Ezeken a rajzokon az látszik, hogy a Szabolcs megyei gyerekek számára mit jelent az energiatakarékosság, hogyan lehet véleményük szerint élhetőbbé tenni a földet. Az óvodás és általános iskolás korú gyerekek számára hirdetett rajzversenyre a vártnál is több pályázat érkezett. Ezeket a Magyar Természetnapja alkalmából mutatták be a megyeházán. Meg kell hagyni a bolygónkat olyannak, amilyen eddig is volt, hogy őket is tudja megfelelően szolgálni, mindazzal, amire szükség van az életükhöz, a céljaik megvalósításához. És ugye egy nagyon fontos dolog ez a pályázat, aminek keretében erre sor kerül, az energiahatékonyságról szól. Tehát, hogyha az energiát jobban használjuk, azaz azt jelenti, hogy a gyerek is tudja, hogyha adott egységi kilométert kevesebb energiával, kevesebb benzinnel vagy elektromos árammal teszünk meg, az azt jelenti, hogy kevesebb üvegházhatású gázt bocsájtunk ki, és akkor az időjárás is talán sokkal jobb lesz. És ezt ők rajzokban fejezték ki, és hogy megnéztem a rajzokat, nagyon érzik, hogy miről van szó, és én arra szeretném majd felhívni a figyelmüket, hogy ezt az érzést, hogy a föld nagyon fontos, ezt majd felnőtt korukra is őrizzék meg, mert csak akkor fog működni a dolog. Vásáros Namény konzorciumi partnerként vett részt a projektben. A település polgármestere kiemelte, azért is fontos a rendezvény, mert segíti a gyerekeket nyitottá tenni a szemléletformálásra. Vásáros Namény az elmúlt években az energiahatékonyság érdekében több forrásra is pályázott. Nagy szerencsénkre és odafigyelésünkre pályáztunk több területen is, ugye? A lényeg az, hogy a topos pályázatokon belül 3-2-1-es és 3-2-2-es területre is pályáztunk. A 3-2-2 belül talajszondás hőszivattyú beépítésére került sor több intézményünknél, illetve napelemes rendszerek kiépítésére. Ugyanakkor a 3-2-1-eseken belül három területre, három intézményre pályáztunk, mintegy 700 millió forintos nagyságrendben. Ezen projektek keretében megvalósulnak a hőszigetelések, a nyilázáró cserék, illetve a napelemes rendszerek kiépítései. Ez azt jelenti, hogy összességében több mint 1 milliárd forintot sikerül pályázati forrásból arra fordítanunk, amely kapcsán a szemletet tudjuk formálni, az odafigyelést tudjuk növelni a lakosság körében, és azáltal odafigyelünk persze a legkisebbekre is. Az óvodás és általános iskolás korosztály a legfogékonyabb réteg a szemléletformáló rendezvényekre. Ennek eredménye, hogy számukra az energiahatékonyság a mindennapjaik részévé válik felnőtt korban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a másik konzorciumi partnere a környezet és energiahatékonysági operatív program pályázatának. Ez az esemény az egyik fontos esemény ennek a projektnek. Nagyon nagy volt az érdeklődés a iskolák, intézmények, gyermekek részéről. Őszintén szóval nem is gondoltuk, hogy ilyen sok szép pályamű érkezik. És aztán az oárnapi sokadalomban, Vásárosnaményban van nagyon sok ember megfordul, több ezer ember megfordul. Ott egy kitelepülést fogunk végrehajtani, azt tervezzük, és ott közvetlenül is felhívjuk az emberek figyelmét ezeknek a szempontoknak a fontosságára. Elsősorban energiahatékonyságra, de más környezetvédelmi ügyekkel is foglalkozunk, hulladék elhelyezéssel és más egyéb fontos kérdésekkel. A felhívásra érkezett legszebb pályaműveket díjazták is a megyeházi rendezvényen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.